Most végre bejuthatunk Violetta szobájába. Itt van a laptopom, a könyveim, a mappáim, sulis holmik, egy fénykép a szüleimmel, itt ez pedig az én ágyam. És itt vannak a fényképek a barátaimról, és mindenkiről, akit szeretek. Ő itt Kande, Lodó, aki Francescát alakítja, a srácok és anyukám. Gyakorlatilag mindenki, aki szerepet játszik Violetta életében. Itt viszont néhány ékszer van. Ez itt mind Violettáé. Nyakláncok, fülbevalók, gyűrűk, van itt minden. Ez egy különleges fénykép, ezen mindenki rajta van. Ezt nagyon szeretem. Ez pedig a zongorám, a kedvenc hangszerem. Aztán ez pedig itt a gardróbom. Nos, az összes ruhám persze nincs itt, mert annyi ruhát kell hordanom, tudjátok. Szóval nincs itt az összes ruhám. Forog már, ugye? Jó, azt hiszem igen. Barátaim, ezt nyilván már tudjátok, ez itt a naplóm, vagyis Violettáé, na persze. Ebben mindent beleír, az álmait, az érzéseit, a szerelmeit. Itt van egy rajza felirattal, az ének az életem. Az a híres mondat. És lássuk, mi van még itt. Rajzok a barátaimtól, ez itt például Francescától. Itt azt írja, nem tudom, hogy lett ez a zene, az ujjaim csak úgy életre keltek. Most pedig elmondok egy érdekes dolgot. Itt vettük fel a legelső jelenetem. Az egész sorozat legelső részének legelső jelenetét. A legelsőt. És annyira ideges voltam, először voltam a tévében, és rengeteg operatőr volt körülöttem. Egy ember mikrofonnal, egy másik meg azt hiszem kamerával, és szóval annyian voltak körülöttem, és olyan izgatott voltam, hogy bármikor, ha bejövök ide, eszembe jut az első jelenet. És hát el akartam ezt mesélni nektek. Szóval egy nagy puszit küldök. Remélem, hogy tetszett a videó, amit nektek készítettünk. Szeretünk titeket!